Sziasztok! Ma egy olyan tesztet fogok csinálni, amire én nem akadtam az interneten, ezért úgy gondoltam, hogy megcsinálom akkor én. Ugye mind beszélünk arról, hogy milyen jók az új telefonok, mennyi funkciót tudnak, mi mindenre használhatók a régiekkel szemben. Hát ez valóban így is van, csak egy dolgot nem tesztelt le még senki, vagy mondom, én nem találkoztam vele az interneten. Az, hogy egy telefon mennyire használható arra, amire valójában mondjuk 20-30 évvel ezelőtt kitalálták. Mégpedig az, hogy mennyire telefon a telefon. Most két telefont fogok összehasonlítani. Ugye az egyik egy Nokia 3310, 22-23 éves modellről beszélünk. A másik meg egy iPhone. A 15 Pro Max, ami szinte a csúcs kategória. Most nézzük meg így telefonhívás nélkül, mit mutat. Hát egy ilyen erdős környezetben vagyok kint. Ha ide kijössz egy ilyen modern telefonnal, mint az iPhone, akkor azt fogod látni, hogy 4-ből 1-es térerőt mutat. Joggal gondolná azt az ember, hogy hajjaj, itt már azért nem nagyon lehet telefonálni. Ami igaz is, mert rendszeresen járok errefel autóval, és mindig megakad a hang, illetve meg is szakad a telefonhívás egy pár száz méterig ebbe az erdős körzetbe. A másik telefon, a Nokia, ugyanúgy jetteles hálózatról beszélünk. Próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon. Tehát itt látszik a térerő rajt. 3-as térerő és 4-es térerő között váltakozik. Ott, ahol az iPhone egy pálcát mutat. Nézzünk akkor egy telefonhívást. 12-20-ast hívjuk fel. Ugye ez az ügyfélszolgálat. Ki kicsörög, működik. 1-es térerő. Tehát a hívás létrejött, de ez a térerő, ez nagyon kevés ahhoz, hogyha zsebbe ilyen környezetben járunk, hogy autóval megyünk, akkor kicsörögjön a telefon, vagy ne szakadjon meg a hívás. És akkor most nézzük meg a Nokiát. 12-20. Hívás közben is marad a térerő. Működik. Gyakorlatilag majdnem tartja a full térerőt. Ezt a tesztet azért csináltam, hogy be tudjam mutatni, hogy a régi telefonok, a 20x ahárhány éves telefonok mennyivel alkalmasabbak a mai világban telefonhívásra, mint ezek a hiper-szuper új okos telefonok. Mondhatjuk, hogy mennyi funkcióra képesek, de ne felejtsük el azt, hogy akkumulátoridőben egy régi telefon sokkal többet bírt. Telefonálás szempontból simán megveri a mostani telefonokat. És ha valakinek mondjuk az élete múlana azon, hogy egy telefon legyen a zsebébe és elérhető legyen, akkor biztos, hogy egy ilyen telefont vinnék magammal, amit az AliExpressről 7000 forintért vettem meg Kínából. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, sziasztok! Na, álljunk meg egy pillanatra. Ezután a videó után mindenki azt gondolja, hogy a mostani telefonok, a modern telefonok igazából nem igazán alkalmasak telefonhívásra. Pedig ez nem így van. Az sem igaz, hogy a mostani hálózatokkal van a probléma, annak ellenére, hogy nagyon sokan mondják, hogy bezzeg régen milyen jó volt, most meg mindig megszakad a hívás, nincs internet, sokkal rosszabb, mint régen. Ez sem igaz.
hogy valójában mi a helyzet, azt megpróbálom pár mondatban, vagy legalábbis egy rövid összefoglalóba elmondani nektek. A helyzet az, hogy maga a Nokia 3310-es, az a 20-25 évvel ezelőtti 900 MHz-es technológiára alakoz. Abban az időben nem volt internet, igazából egy-két telefon már kezdte tudni ezt a vapozást, ami nagyon-nagyon-nagyon az internetezés alapja volt. A hálózatok nagy része igazából telefonhívásra szolgált. Ahhoz ez a 900 MHz-es technológia elég volt. A mostani telefonoknál nagyon összetett a dolog. 3G-s hálózatról már nem is beszélünk, mindenki telefonján ott ficeg a 4G, vagy most már az 5G. Hogy ezek mit akarnak? Igazából annyit, hogy a 4G-s hálózat 1800-2600 MHz-en megy, az 5G-s hálózat 3600 MHz-en üzemel. Ez többszöröse a szegény Nokia által támogatott 900 MHz-nek. És ebben rejlik a kulcsa az egésznek. A 900 MHz-es rendszer igazából azt eredményezi, hogy 25-30 kilométerenként nyugodtan ráértek régen bázisállomást építeni, gyönyörű szép lefedettség volt, házakba, kültéren, beltéren lehetett használni a régi ilyen kis telefonjainkat, teljesen jól működtek. Megjelentek a 4G-s hálózatok, városi környezetben igazából a panelházakat tele kell szórni átjátszóadóval, különben nincs térerő, nincs internet. Az épületekben, panelházakban nem megy be normálisan a jel, akadozik az egész vétel. Az 5G hálózat megjelent, nem véletlen, hogy nagyon-nagyon nehezen terjed el. Gyakorlatilag egy 5G-s hálózat a 3600 MHz-ével durván kilométerenként kellene bázisállomást telepíteni ahhoz, hogy normálisan lehessen telefonálni, internetezni. Nagyon nehezen terjed a jel, főleg be épületekbe, kültéren is sokkal kisebb, sokkal elenyészőbb az a távolság, amit le lehet fedni ezekkel a technológiákkal. És ebben ezért ez a kulcsfontosságú dolog, nem az, hogy azok a telefonok, a régiek jobbak, mint a mostaniak, nem az, hogy régen jobb volt a hálózat, most rosszabb, nem igaz. Mostani hálózatok olyan bombabiztos jó vételt eredményeznek, ha 900 MHz-es úgynevezett 2G-s hálózaton telefonálunk, gyakorlatilag szinte igaz az, amit mondanak, hogy Magyarország 98%-a le van fedve mobil kapcsolattal. Viszont ahhoz, hogy igaz legyen ez a 98%-os országos lefedettség, sajnos régi telefon kellene, hogy használjunk. Amit viszont nem fogunk megtenni, mert nem azért vásároljuk a mostani okostelefonokat, hogy csak telefonhívásra használjuk a készülékeket, hanem nagyon sokunk tényleg ezzel intézi az életét, az e-mailjeit, a különböző munkáit. Ezeket a telefonokat használjuk fényképezőgépnek, videókamerának, és gyakorlatilag az égvilágon mindennek. Akinek viszont az a fontos, hogy elérjék telefonon útközben, bárhol, bármikor, ő neki viszont csak azt tudom ajánlani, vegyen egy régi telefont, tegye bele a SIM-kártyáját, használja hívásokra a régit, és egy okostelefont pedig tartson azért, amin internet kapcsolat van, hogy az életét, a dolgait, munkáját és mindent azon tudjon intézni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, sziasztok!